A szakemberek becslése szerint védett körülmények között évente 3500-4000 tonna gombát termesztenek Szerbiában. Az adatok azt mutatják, hogy az utóbbi 5 évben a gombakivitelből átlagosan évi 5,2 millió euró volt a bevétel. Ennek ellenére idén mintegy 42 tonna gombát kell külföldről behozni, kétszer annyit, mint a korábbi években. Ennek több oka is van. Mária Létics, szabadkai gombatermesztő elmondta, hogy tavaly a járványügyi korlátozások miatt sok nagy termelő felhagyott a gombatermesztéssel, és azóta sem indították újra. A járvány miatt nagyon nagy gondok lettek, mert veletek csupa piacok, tehát nagyon keveset lehetett eladni. Azok, akiknek voltak szerződések a nagy bevásárlóközpontokkal, azok jól jártak, vagyis hát azok elbírták adni. Mindenki más, aki tehát a piacra összpontosított, azok, hát mondhatom úgy, hogy 50%-a abba is hagyta, mert tönkrement. Volt ez, ahogy, hogy dostava kucsi, ez csak egy töredéke annak, amit ők egyébként el tudtak volna adni. Kistermelő vagyok, tehát én föl is voltam készülve, hogyha ne adj, és talán az egészet fel kell savanyítani. Mióta foglalkozik gombatermesztéssel? 92 óta. Az emberek a piacon keresik a gombát? Elsőbb viszük a pizzériásoknak, a restauránosoknak viszük, és aztán, ami marad, jön ki a piacra. Milyen fajta gombát termesztesz? Egy helységben, egyfajta szokott lenni bent, de mivel van az a barna champignon is, na az meg a fehér champignon egy helységben mehet. A laskának másfajta feltételek kellenek, de a champignon nem tűri maga mellett másfajta gombákat. Már az sem jó, hogyha egymás mellett két helységben a kétfajta gomba legyen. Hogyha valaki most akarna kezdeni gombát termeszteni, akkor mi az elsődleges, amire szüksége van? A helység. A helységnek muszáj olyan főtétele lenni, hogy lehessen melegíteni, lehessen hűteni. Persze a víz az normális, hogy muszáj benne legyen, csapvíz, hogy legyen. Tehát a helyiség a legfontosabb a dologban, és persze le is. Ova kezdődik az egész. A szerbiai gombatermesztők szerint a legnagyobb gondjuk a munkaerőhiány. Zsélko Sesta, muzsjai termelő, már több évtizede foglalkozik gombatermesztéssel, és nem is gondolta, hogy valamikor ez lesz majd a család fő jövedelem forrása. Jelenleg 28 épületben dolgozom. Az éves termelésem körülbelül 300 tonna, és 20 munkást foglalkoztatok. Amikor több mint 2 évtizede belefogtam ebbe a munkába, jó üzletnek ígérkezett, és jó is volt az utóbbi néhány évvel ezelőttig. A hanyatlás oka, hogy minden költség és ráfordítás emelkedett, miközben a gomba ára a 10 évvel ezelőtti szinten maradt. Az értékesítéssel nincs gond, főként Szerbia területén találunk vevőre. Ezek a nagy kereskedők, nagy bevásárlóközpontok, vendéglősök, piacok. Zsélko Sesta mára a legnagyobb vajdasági gombatermesztőnek számít. Szerinte is nehéz jó munkaerőt találni, és a gomba ára egész Európában itt a legalacsonyabb. A 20 állandó alkalmazottja között van Jelica Kozlovácski is. 7 éve vagyok itt, kell legalább egy év, mire beletanul az ember, mire megfelelő rutinra, gyorsaságra, ügyességre tesz szert. Szeretni kell ezt a munkát. Nem túl megerőltető, persze ez egyénfüggő. Az első év azért nehéz volt. Legfontosabb felismerni, mikor érett a gomba, és nem éretlenül leszedni. A szakemberek szerint a gombatermesztés nagyon kifizetődő vállalkozás lehet. Egy négyzetméteren akár 21 euró hasznot is hozhat. Ha a termelők társulnának, szövetkezetekbe tömörülnének, még jövedelmezőbb lehetne a munkájuk.